Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. A mai napon Anyaszentegyházunk boldog Apor Vilmost helyesbítem magamat, a Magyar Egyház, és ezen belül főleg a Győri Egyházmegye boldog Apor Vilmost ünnepli. Néhány gondolat így a Szentmise elején őról. 1892-ben született nemesi családból Segesváron. Pappá szentelték 1915-ben, és Gyulán teljesített szolgálatot, előbb mint káplán, később mint plébános, aki ott felkarolta a szegényeket, az üldözötteket. Később győri püspökké szentelték, és a győri püspöki székben is gyakorlatilag az üldözötteket támogattam, üldözött zsidóságot, a szovjet katonák elől az asszonyokat, a lányokat bújtatta, és pont ez a szeretett szolgálat, szabad így mondanom, ez okozta a vesztét, hiszen 1945 márciusában, konkrétan nagypénteken, miközben éppen a lányokat, az asszonyokat bújtogattam a püspöki várnak a pincéjében, egy szovjet katona halálos lövést adott le rá. Ebben a lövésben hiába operálták meg később a kórházban, húsvét hétfőn, 1945 húsvét hétfőjén vértanú halált halt. Boldog Apor Vilmosra emlékezünk. Szent misénket pedig elhunyt Andrásért, elhunyt Mariannáért és elhunyt Ágnesért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulattással. Én vétkem, én igen, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen. Uram, irgalmazz
könyörögjünk. Istenünk, te boldog apor Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbeni járására add meg nekünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökkén. Amen. Szent lesz ki az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápoliszba, innen meg Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélő bíboráros asszony Tiatira városából. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így imádkozott. Ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást. És erővel rá is vett minket erre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kedvétlen Isten azokban, akik az ő saját népe. Kedvétlen Isten azokban, akik az ő saját népe. Istenünknek újra zengjetek, dicsérjük, ha egybe gyűlt az Isten népe. Ünnepeljék a Teremtőt választott hívei, újjongjanak Sion lakói a nagy királynak. Kedvétlen Isten azokban, akik az ő saját népe. Körtánc forduljon Isten nevének, énekeljék dobbal és hárfa szóval. Mert népében kedvét találta, üdvössége jutalmazza kitartását. Kedvétlen Isten azokban, akik az ő saját népe. Halleluja, halleluja, halleluja. Mondja, az igazság lelke tanúságot tesz majd rólam, és ti is tanúságot tesztek. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim,
Két világot állít szembe a mai evangéliumi szakaszunkban az Úr Jézus Krisztus. Az egyik oldalról a szeretet, amelyet Jézus így fogalmaz, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, és úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. A másik oldalról pedig a gyűlölet. Szeretet és gyűlölet. A Jézus is mindazok elleni gyűlölet, akik Jézust hirdetik, mert Jézustól erre kapnak parancsot, hogy ti is tegyetek tanúságot rólam a Szentlélek erejében, az igazság lelkének a szeretetében. Jézus előre tudja, hogy azok az apostolok és azok a követőik, mert most szeretném tágítani a kört, hogy azok a követők, akik őt hirdetik, akik az ő szeretetében élnek, hogy milyen megpróbáltatás vár majd rájuk. Tudta, hogy a világ éppen azokat fogja gyűlölni, akik a Szentlélekkel eltelve a világ üdvösségén fáradoznak, akik tanúságot tesznek az Úr Jézus Krisztusról. Így van ez mai napunk szentjével is, Boldog Apor Vilmossal is, akik a békén, a másik iránti szeretettől áthatva éli a mindennapi életét. A világ őket gyűlöli. Testvéreim, számomra a nagy-nagy kérdés, és így fel is teszem, hogy miért? Miért van az? És most nem akarok ellenségképet gyártani, de miért van az, hogy a keresztény vallás a legültözöttebb vallás a világon, hiszen nagyon jól tudjuk, statisztikailag is ki van mutatva. Miért? Miért van az, hogy mi, akik nem állítom, hogy tökéletesek vagyunk, nem állítom azt, hogy hibátlanok vagyunk, de azért egyértelműen a békéért küzdünk, megpróbáljuk, ha bukdácsolva is, de megpróbáljuk a szeretetet megvalósítani Istenünk felé, Jézus Krisztus felé, egymás felé. És miért van az, hogy ilyen formában gyűlöl bennünket a világ? Nem tudok igazában választ adni. Ha csak nem annyit, hogy ebben van valami sátáni. Jézust is annak idején éppen a zsidóság üldözte. Az első keresztény üldözők megint csak a zsidóság, akik Isten nevében üldözték a keresztényeket. Aztán ott volt a következőkben a római istenek nevében üldözik a keresztényeket. Később aztán, és ez mind a mai napig, az iszlám az Allah nevében. És ne gondoljuk azt, hogy éppen az ateista elvű liberális világunk szeret bennünket, nem, gyűlöl bennünket. Sokan azt állítják, hogy ez a típusú gondolkodás is egyfajta vallás, vagy legalábbis valláspótlék. Igen, a legborzasztóbb az, és erre az Úr Jézus Krisztus is rámutat, hogy ezt a gyűlöletet az Isten szolgálat köntösébe burkolják, így mondja Jézus, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, úgy véli, hogy Istennek tetsző szolgálatot tesz. Mai felfogásunk számára már a gondolata is elviselhetetlen annak, hogy valakit vallási okok alapján megöljenek. Itt persze Jézus kiemeli azt is, mert ő tisztán látja itt a helyzetet, hogy mindezt azért teszik, mert magacsul ragaszkodnak egy hamis istenképhez. De ezt azért teszik, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Testvéreim, ugye azért az félelmetes tragédia, és erre világít rá az Úr Jézus, hogy az ember Isten keresésében eljuthat olyan helyzetbe, hogy olyan súlyos mértékben tévedhet, hogy megöli azokat az embertársait, akik valójában másként
vagy hadd mondjam így ki, hogy jobban tisztelik és szeretik Istent, mint ő maga. A negyedik eukarisztikus imádság arról szól, hogy tisztelet illeti mindazokat, akik őszinte szívvel keresnek téged is, akiknek hitét egyedül te ismered. Testvéreim, az evangélium alapján az a helyes magatartás, ha valóban tisztelet mindenki felé, az ő hitéért, az ő ilyen jellegű meggyőződéséért, mindaddig, amíg nem tesz valami gonoszat, valami rosszat, Isten elleneset, ember ellenesen. A fanatizmusnak minden formája hátborzongató, de legborzalmasabb talán az, amikor Krisztus nevében a gyűlölet és a fanatizmus megfogalmazódik. A mi feladatunk Jézus megfogalmazása alapján, tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Krisztusban, kedves testvéreim, ez a mi feladatunk, bármi is van, tanúságot tenni az Úr Jézus Krisztusról. És én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy ezt tegyük békében, tegyük szeretetben. A többi talán, így mondom, a világ dolga, mi pedig Isten tenyerén vagyunk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be elhunyt András, Marianna és Ágnes testvérünket, örök országodba, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünken. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket, feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölt a mennyet, és a földet, hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagy föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, boldog apol Vilmossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne,
a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém. Amen. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. És a lelkeddel. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Isten áradom, elveszed a világ bűnöket, irgalmazd meg. Márányra, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten márányra, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök élet lámmel. Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a feleltekben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldva. Mária, Mária, mennyei szép bajnajna, kit szépen közöpörtöltök, Gábriel a nagyjalma. Mária, Mária, hazánk vérasszonya, özvegyek és árvák, meg vigasztalója. Habire, te diligere.